fatto il mio Nem bántam, Maci. Eléggé domináns. Szia. Na, mi van? Kis domináns. Igen. Gyere ide ismerkedni. A sosom, hogy hívják. Gyere Manó. Na, mi van? Gyere ide. Menj oda. Gyere ismerkedni. Mi sin capitales. No ni hoso. Szerintem oda kéne vinni neki kajácsos vagy. Menjél oda. Menjél oda. Menjél oda. Hogy? Nem bánt ő a mackó. Picit nagyobb kutyus, de ő nem bánt téged. Menj oda. Menj oda. Mackó, ne morogjál. Semmi baj. Akkor még ide kotorálsz egy kicsit. Erről felmérjük. Megy a mélyhűtőbe. Mert holnap elutazunk, és nem leszünk itthon, és megromlanak. Meg egyébként sem tudunk ennyit megenni egyszerre. És ez már saját kertünkben termett. És anyuka meg tündingó szedte össze. Nem csak ennyi lett. Hát még volt. Sokkal több volt. Ez csak az, ami nekünk maradt itt. És magától kijön. Jó, anyukád megkapált. Hoppá. Köszönöm, hogy megtaláltad.
Ja, hogy neked szóltunk. Erről te. Kamerát, kamerát. Azt hittem az otthoniak a beszélgetés. Kis társaságok. Pedig a rét, ez nagyon jó, katonának a háló. Nagyon meleg volt ma. Olyan, hogy taggatjáját. De cumi póló, ez a teljes mellett felszerelés. Igen. Vivi! Igen, tápa. Jó, hogy azt mondom, hogy erre nem ismerem a járatot. És szerintem lesz. A óriás puszikám! A óriás puszikám! Figyelj, nem értem, hogy te... Megfogtam az objektívem. Te egész nap az ányéba feküdt, és szinte barna a fejed. Igen. Mindennel együtt így itt. A Gabi megnyerő arcával belépett. Ő a Gabi, igen, ő. Ne, be, mindig belemászol a fejembe. Most kezd szép lenni egyébként a város. Igen. Ilyen hangulatos. Mindegy. Egészségetekre mindenkinek. Egészségetekre. Köszönjük szépen. Egészségetekre. Mennyit kapjak neked? Jó. Igen.
mit csinálja, nincs mit csinálni, szerint nem. Ja, rárakjuk be valami tárcára. Boldog szüli napot! Boldog szüli napot! Boldog szüli napot! Boldog szüli napot, Zsolti! Fogd meg! Úgy, te ne essen le! Tartsd egy picit! Ne mondd ki, csak gondolj rá valami, és fújd el! Fújd el! Jó! Ez már bonyolult. Kívánni, elfújni, ridenézni, minden. Ez már paradicsom is ott termek? Igen, igen. A de jó. Turkákon. Az, amelyik a tőte paradicsom. Jó, én nem jó helyt vagyok. Jó, nem jó helyt vagyok. Kimás. Adj egy csúcsot. Mit csinálsz, Dudi? Igyá. Na, mi van? Beszéltél erre Uzsival? Nem, mindjárt fejlom. Szőlet a fenyőstőbe felé. Nem az árokba fogyott. Ott egy
Egy nap volt, hogy lehet, hogy akkor ennyit az a három. Tizenöt kiló barackból készül a barackneklár. Nem akarod ezt a légyfogót innen elrakni a fejemtől. Ez a videó része. Vigyázni kell, mert itt ilyen szögek állnak ki. Persze, ott van a gerenda, hogy mi az. Szinte kézzel jön, hogy rá van. Itt oldva. Épp volt a legnagyobb igényelétel. Mert itt járunk be. Jártok be. Szerintem a szög is ki van oldva. Köszönöm.
Ezeket föl kell onnan ugye venni ezt a hidlást. Mi azokat a kereszt izéket? Ez a fákot. Ez a fákot onnan hát oda. Ez csak belé rohadt az izé. Oda volt szegezve. Betonból, nem hát mondjuk, ha föl lehet szedni, akkor persze. Hát megmondja, hát ez biztos, hogy föl lehet szedni. Megmondja Józsi is, akkor kérdezik, akkor aztán már. Én is örülök neked. Most kis aktív vagy. Igaz? Igen, igen. Micsoda? Most is lehet körbe barátni. Igen. Kész van. Becitok sorda vizsgálni. Nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom, hogy nem tudom. Nem, mert ott kit szakadtad a nejlont, ne csináld ezt, Jenő. Tudod, elég, jó. Na, fordulj vele. Nem tudok öröm dolgozni itt. Mit? Mit is mondtál, Józsi, hogy a munka nem esít? De a szocializmusban nincs szükség nemesekre. Igaz? Az volt a mondás. Meg a munkához úgy kell odaállni, hogy mások is jól odaférjenek. Férjél oda? Mi? Te férj oda. Szép lesz-e az a talicska? Jó lesz, ha meg lesz. Azt mondja, hosszadalmas lesz. Nem, nincs hosszadalmas, mindjárt véget. Jó, mindágod?
Boldog szüli napot! Boldog szüli napot! Na jó. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Szia, papa! Szia! Fiatal vagy, inkább 7 éves vagy, ugye? 7 vagy. Most lettél 7. Még csak olyan 50. 50 körül vagyok még csak. Gyere, mellém úgy. Gyere, mellém. Boldog szülinapot! Na jó. Köszönjük. Jó. Hát bírt ki egy hétig, lejövünk a jövő héten, s levágja. Hát de valamennyire azért. Nem vág semmit, hát csak behajtja. A másik is így vág körülbelül. Tündike új technikával nyír hajat. Mivel egyik volló sem vágott, ezért borotvával. 70. szüli napi hajnyírása a papának, akinek ugyanolyan kajdafülei vannak, mint gyerekkorában voltak, ugye? Tényleg az a képed megvan még? Ez a gyerekkori képed? Így nagyon eláll a füled. Ja? Nem tudom, hogy... Nem találkoztam vele. Nagyon sok csípőst vettünk, te hallott. És rengeteg van. Igen. De ez az egy tök van csak. Az is valami. Azt ma megcsinálom. Kis tojásba. És még itt van egy csomó. Vannak okos emberek, tudod? Nem, valaki nem áll. Be kell folyni. Árulás. Te csinálsz valamit? Nem. De az előbb csinálta. Már megcsináltam, lemértem magam azokat, amiket. Akkor alulról kezdve húzott össze. Menjünk a nyugat. Hurrába hívni. Hívni.
Szia, Mókuska! Hogy vagy? Nem baj. Nem tudsz, de csinálod. Én se tudok, én is csinálnám. Csőbe bele ne vágja. Nem csőbe. Úgyis még le kell szárazon törölni azt a csempét is. Vagy rágott is azokat, aztán külön válogatunk. Olyat előbb csináljuk, mert abból lesz pirítsi. És kész. Ha nem? Tehát ne tegyél, meg is kell vinni leánkot. Nem baj, Gábor erős. Most már megtömi meg a lábát. Kéne látát, szerek helyeket állni. Nincsen. Csavarjad, még egy picit csavarjad. Nem baj, még egy picit csavard a kép kedvéért. Na! Gyerünk! Igen. És énekelj is valamit. Énekelj is valamit. Mi?